Szekszárdot választották magyarországi útjuk első állomásaként a Brazíliából érkező delegáció tagjai. A gazdasági szakemberek hétfőn érkeztek meg a városba. Az első benyomásaink Magyarországot illetően nagyon pozitívak. A többnapos ittlétünk célja, hogy gazdasági kapcsolódási pontokat próbáljunk keresni Brazília és Tolna megye települései vállalkozói között. Mi elsősorban a mezőgazdaság terén látunk reális esélyt az együttműködésre. E téren olyannyira bizakodóak vagyunk, hogy már most biztos, hogy hamarosan újabb delegációt küldünk ide Tolna megyébe, hogy tárgyalásokat folytassanak a gazdaság itteni szereplőivel, mondta a dél-amerikai delegáció vezető. A brazil szakembereket a Tolna megyei önkormányzat látja vendégül. A házigazdák és a delegáció tagjai a többnapos program során a látogatók előzetes igényeit szem előtt tartva főként borászatokat keresnek fel. Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke úgy véli, ez a termék az, ami igazán vonzóvá teheti a régiót a nemzetközi piacon. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ennek a tárgyalásnak az eredménye. Elsősorban Tolna megye általában érdekli őket, Tolna megye gazdasága, mezőgazdaság, az itt élő embereknek az élete, kultúrája. A Brazíliából érkezett szakemberek most közel egy hetet töltenek el Tolna megyében.